Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző kara minden szemeszterében egy nagy érdeklődésre számot tartó előadást szervez neves előadók közreműködésével. Nem volt ez másképpen a kar 2022 tavaszi szemeszterében sem, amikor is dr. Karancsi Zoltán, a Testnevelési Sporttudományi Intézet Rekreáció és Edzéstudományi Tanszékének egyetemi docense tartott előadást Alaszka az utolsó határvidék címmel. Az eseményen dr. T. Molnár Gizella, az STE-JGPK Szakképzési Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet Művelődés Tudományi Tanszékének főiskolai tanára, valamint dr. Mucsi László, a Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Szakosztályának elnöke mondott köszöntő beszédet. A fél év során mindig van egy olyan érdeklődésre számot tartó téma, ami nem a szokványos oktatási előadásokhoz kapcsolódik, hanem valamilyen egyéb témát ragadunk ki, és a szemeszternyitó előadás keretében meghallgatjuk. Nagyon köszönjük Karancsi Zoltán főiskolai docens úrnak, aki volt olyan kedves ezt elvállalni, illetve összekapcsoltuk a Földrajzi Társaság szakosztályának a rendezvényét a szemeszternyitó előadással. Úgy gondolom, hogy ez a mai rendezvény is, ami tehát a 150 éves Földrajzi Társaság ünnepség sorozatának egy kiemelkedő eseménye lehet. Jó lesz arra, hogy meghallgassuk ebben a nagyon gyorsan változó világban legalább másfél óra erejéig azt az előadást, ami egy viszonylag távoli és talán ismeretlen tájra vezet, amire úgy gondolunk most még az előadás előtt, hogy egy változatlan, egy nyugodt táj, de gondolom Zoli el fogja mondani azt, hogy ez valójában hogy néz ki jelenleg. Általános képet adok Alaszkáról, egy kicsit a természetföldrajzát, a kialakulását fogom bemutatni, azután a történelméről fogok néhány szót szólni, és akkor azon az útvonalon, amit megtettünk, a legfontosabb látnivalókat fogom bemutatni, és az érdekességeket elmondani. Természetföldrajzosként egy olyan terület a világnak, ahol tulajdonképpen még az ősi vadon, az ember átalakítása nélküli természeti környezet megtalálható. Tehát nagyon kevés ilyen terület van már a világon, és ugye hihetetlen területen minimális népesség él, és szemben mondjuk a civilizált Európával, ahol sűrű településhálózat, azt körülvevő mezőgazdasági területek vannak, és egykor a területekre jellemző eredeti természeti vegetáció visszaszorult, vagyis egy-egy oázisként jelennek meg Európában, itt pont fordítva van. Tehát itt oázisként a települések jelennek meg az emberrel, és környezetükben gyakorlatilag a település határában már a vadon kezdődik. És ebből a szempontból kuriózum és különleges, nagyon kevés ilyen terület van ma már a világon. Tudjuk, hogy az ember nagyon intenzíven átalakítja a környezetét, és igazából minél inkább eltávolodunk a természettől, annál inkább hiányzik. Tehát gondoljunk a városlakókra, egyre távolabb kerülnek a természetes környezettől, és ahogy lehetőségük van, azonnal biciklire pattannak, vagy valahogy eljutnak a legközelebbi parkba, a legközelebbi természeti környezetbe, mert igényünk van a természetre. Valójában nagyon feszes programmal megpróbáltunk mindent megnézni, amit lehet. De majd látni fogják, hogy valójában ez töredék, hiszen 1,7 millió négyzetkilométer a területe, és ugye a terület nagy részén nincsenek utak. Tehát ez is nehezíti ennek a különleges területnek a föltárását, hogy aki alaposan meg akarja ismerni, annak nagyon drága repülőkre kell ülni, vagy a hagyományos kutyaszánon kívül igazából nincs más lehetőség arra, hogy a belső vadont igazából felfedezze. Dr. Karancsi Zoltán főiskolai docens többek között Észak-Norvégiában, Máltán és az Egyesült Államok vadnyugati térségében szerzett tapasztalatait és élményeit is megosztotta már a közönséggel. Legutóbbi előadásán Alaszkában tett útjának kalandjairól számolt be részletesen, kitérve az állam földrajzi adottságaira és érdekes aspektusaira egyaránt.
gyakorlatilag nekünk is meglepő volt, hogy Közép-Alaszkában, ugye Fairbanks település, a második legnagyobb település, odáig jutottunk föl, mert hogy valójában ezen a két hét alatt azokat a területeket kerestük föl, ami aszfalt úton elérhető, hiszen béreltünk két kis buszt, és azzal próbáltunk minél több helyre eljutni. És hát nem is próbálkoztunk azokkal a területekkel, ahol egyéb közlekedési eszközöket lehet igénybe venni, részben a drágasága miatt, meg egyébként is ez a két hét, ez másra már nem volt elegendő. És följutva a legészaki pontra, Közép-Alaszkába, Fairbanksbe, több mint 30 fok volt. Ami meglepő volt, tehát gyakorlatilag egy póló volt rajtunk, és melegünk volt. És az igaz, hogy Alaszkában 3 hónap az, ami élhető, a nyár. És ugyanakkor viszont az év nagy része az kegyetlen, hiszen Észak-Alaszkában 80 napig télen nem kell föl a nap. Igaz, hogy nyáron 80 napig nem nyugszik le. Tehát ugye ez a magas északi szélességnek köszönhető, és hát, hogy majd az előadásban elhangzik, ennek sok-sok egyéb gazdaságra vonatkoztatható előnye is van. Gondolok itt arra, hogy a világ legnagyobb zöldségei itt teremnek, ami köszönhető annak, hogy igen jelentős a nyári besugárzás, ami 18-20 órás napsütést jelent. Az előadásból kiderült, hogy több szempontból is mennyire különleges vidék Alaszka. Itt található például Észak-Amerika legmagasabb csúcsa, legnagyobb nemzeti parkja, déli partvidékeit rendszeres földrengések sújtják, és a térségben a szánhúzó kutyák valóban elengedhetetlenek a mai napig is.